Kajálunk, hazajövök, hív, hogy holnap be kell mennie. Ez kíváncsi lennék, hogy ez mennyire hiteles, vagy hogy itt mik állhatnak a háttérben, én nem gondolom, hogy mondom őszintén, hogy ő ezt elkövette. Múlt héten felrobbant az internet a hírtől, miszerint PSG Oli testőre, Papacito bevonul a börtönbe. A Kőgazdag Fiatalok című műsorban is ismert Hopka Lászlót ezúttal nem a régi tartozása, hanem kapcsolatban elkövetett erőszak miatt kereste a rendőrség. PSG Oli, azaz Pap Oliver először az Indexnek beszélt az ügyről. Te mióta tudod, hogy Papacitának van egy ilyen ügye is? Erről az ügyről nem tudtam, azt tudtam, hogy van valamilyen ügye, de azt mondta, hogy egyszer majd be kell mennie, de azt képzeld el, azt még én sem tudtam pontosan, hogy mikor, hogy, mert nekem nem mondta ezt, direkt, mert nem akart engem ezzel lerombolni a kedvemet. De hát én nem is tudtam erre az egészről. Azt tudom, hogy egyszer be kell venni, de azt, hogy mikor, azt nem. Múlt hét óta egyébként van valami fejlemény a büntetés időtartamát illetőleg? Nincs, nem tudok róla. Először pár hónap volt, aztán 8 hónap, aztán másfél évet is mondott. Igen, az, hogy én sem tudom tényleg pontosan, hogy mi van. Ez a nagyon szomorú, hogy nem tudom, hogy mi van pontosan. Ez is vagyok nagyon letört, meg ilyen frusztrált ez a dolog miatt, nem tudom, hogy pontosan, hogy mi lesz, hogy mi van. Most nem tudom, hogy hol van most semmi, de hát aggódok is érte. Közel áll ő hozzá? Ez most úgy látom, hogy picit azért megérint. Hát igen, nagyon közel áll hozzám igazából, mert tényleg mi nem csak ezt megjátszottuk, hogy pár, hogy akkor mindig együtt vagyunk, hanem tényleg minden nap együtt voltunk. És egymás mellett voltunk mindig, és egymás tényleg a barátjai voltunk, én úgy gondolom. Több műsorban már nyilván meséltetek erről, de azért szeretném, hogyha itt is elmesélnéd, hogy mióta ismeritek egymást, hogy ismerkedtetek meg. 7-8 éve ismerem. Konditeremből, ahol elkezdtem járni edzeni, egyből még őkért meg, hogy segítsek a 50 kilós súlyt fölvenni, majdnem lehetettem, és lábam majdnem el is tört körülbelül, de most így teremből ismerem, és azóta, hogy kb. Minden nap találkozunk. Azért nem mindig, de ott a teremben minden nap találkoztunk körülbelül. Uh-huh. Tehát egy ilyen 7-8 éve ismerem, már meg ilyen kis vékony gyerek voltam nagyon, én már jó pacebo volt akkor is. Tudsz László előéletéből bármilyen hasonló olyan cselekményt, ami esetleg szembe ment a törvénnyel, vagy akár erőszakkal kapcsolatos? Nem, régen ugye csak ott találkoztam vele, akkor konditerben, akkor volt ilyen kajálás, de akkor semmi ilyen komolyabb igazából. Most kezdett ide, soha nem ilyen erőszakos cselekményekre, soha nem tudtam semmiről, hogy csinált ő valaha ilyesmiket. És erről nem mesélt ő neked konkrétan? Nem. Sok mindenről megnyílt, de ezekről nem. Tehát mondom, hogy ezt nem is tudtam konkrétan, hogy mi ez az ügy, mert ezt én is úgy néztem, hogy hívott egyetem, hogy holnap be kell mennem, mondom, mi van, most komoly. Azt mondom, hogy hülyéskedik az elején. Aztán sajnos nem hülyéskedett. Te személyesen egyébként, akár Papacitától függetlenül mit gondolsz azokról az erőszakos cselekményekről, amely verbálisan vagy fizikálisan, akár egy kapcsolaton belül történik, az most mindegy, hogy férfi nő, vagy nőtől érkezik férfi felé. Uh-huh. Hát én teljes mértékben nem támogatom ezt, persze természetesen, de hát ez nem szép dolog, de kíváncsi lennék, hogy ez mennyire hiteles, vagy hogy itt mik állhatnak a háttérben, én nem gondolom, hogy mondom őszintén, hogy ő ezt elkövette. Ja, hogy te úgy gondolod, hogy nem. Hát igen, hát én nem csinál ilyet, de hát ez biztos, hát én azt mellettem volt mindig egy jó pár éven keresztül, hát ő nem csinál ilyet, hát nem csak a műsor miatt volt mellettem, de hát ő előtt is mellettem volt, és hát szóval nem volt ilyenről egyszer, hogy egy lányal csúnyán beszéljen, vagy ilyeneket úgy tiszteli a nőket, mint a de nem is értem, hogy ez hogy lehetett, hogy ez mi lehetett, de tényleg nem értem ezt az egészet. De akkor ezt te hogy képzeld el, hogy valamilyen rossz akaró keverte őt? Nem, tényleg nem tudom, hogy ez hogy lehetett, mi lehetett, fogalmam nincs tényleg, de hát tippelni sem tudok, az valami, mert sokat gondolkoztam ezen, de nem tudok dűrődni, mi lehet az igazság, mert az, hogy ő bántalmazott egy nőt, azt én nem tudom elképzelni. Nyilván általad is, meg egyébként saját maga miatt is rengetegen követik a social felületeken. Rengeteg fiatal is rengetegen írják egyébként azt is, hogy kitartást kívánunk neked, hát drukkolnak neki. 91-ezeren követik már, igen, most. De ugyanakkor nem gondolod, hogy egy picit visszás, ő egy jó példakép lehet egyébként egy fiatalnak? Ezából most jelenleg ő egy erőszakos bűncselekmény miatt bekerült a börtönbe, ettől függetlenül a fiatalok többsége felnéz rá. Erről te mit gondolsz? Te ugye nem hiszed el, hogy ez feltétlen megtörtént. Hát szerintem ők se. Hát amikor volt az a másik sztória is, ugye másnapra lett szedve, egy félreértés volt, ők ebbe is bizakodnak, hogy úgy gondolom, hogy az emberek, akik ezt írják, nekik bizakodnak, hogy ez egy félreértés, és minél előbb ki fog kerülni, mint hogy én is. Ki kerül, akkor ismét a testőrödként fog szolgálni? Hogyne, persze, ez egyértelmű. Fizetsége megmarad? Meg. Igazi fizetség? Meg. Ja, úgyhogy tényleg én azok az, akik istenítik, meg azért istenítik, hogy ezt a cselekményt erősítsék, hogy ez milyen jó dolog, mert ők is ugyanem azért, mert ők is úgy gondolják, hogy ez nem történt meg, és bíztak rá abban, hogy ez csak egy félértés, és hogy napokon, heteken belül kijön. Nem tudom, hogy mennyit kell belenni a Papacitának, az a legkevesebb, hogy még én sem tudom, aki a legközelebb áll hozzá. Tehát ezt nem lehet előre ő tudja szerintem, tudna, vagy nem tudom, vagy tudja, vagy nem, de ő szerintem nekem direkt nem akarja elárulni, hogy ne keltsen bennem rossz érzés ki, meg hogy ne legyen nekem rossz. Tehát itt az is lehet, hogy esetleg, de hogy Isten, több évről van szó. Mikor rákérdeztem el a dologra, mindig azt mondta, hogy nyugi. De Oliver, most őt elítélték. Hát igazából mikor fogod te azt elhinni, hogy esetleg ez, vagy mi kell ahhoz neked, hogy ez mondjuk elhit, hogy ez valóban megtörtént? Elhinni. Hát ez videófelvétel, és bizonyítékkal az, hogy én ezt elhiggyem. De hát, hogy van is kiadni az, hogy ez tényleg így van, és ez kiderül, hogy nem félreértés. Másik testőrt
fogsz fogadni? Nem, csak ő vagy senki. Aki ismeri őt, igazából azt mondja, hogy a szíve, lelke az nagyon a helyén van. Mert az tényleg egy nagyon jó ember, mindenkinek segítőkész, fiataloknak is csak jó tanácsokat mondod, de hát ő nem azt a példát mondott a fiataloknak, hogy bulizzatok, igyatok, drogozzatok, kizérdek, hanem hogy adjatok tiszteletet. Tehát pont ezt mondott a fiataloknak, hogy adjatok tiszteletet az embereknek, az időseknek, a hölgyeknek, szóval én ezt mondta végig, ezt is tudom most elképzelni. Ez régebben történt ugye ez a dolog, ha történt, nem most. Ez mikor történt? Nem elvileg? Tudom, de egy több éve már, de ez nem mostani sztori. Kontaktálni, beszélni, telefonálni, te tudsz vele? Kapcsolattartom, hát elvileg nem tudom, hogy működik ezek a dolgok. Sok ismerősöm jut ilyen helyre. Három embert meg tudtani kapcsolattartónak, és azt hiszem, hogy engem megadott. Még engem se hívott, mert nem beszéltünk azóta, de szó szerint én azt tudom, hogy hol van, hát ezt is nagyon mondom, aggasztó, hogy bosszantó. Tehát most valahol elkísérted őt. Hát igen, de hát onnan van az nem átszállítás. Hát és az, hogy hova szállították, vagy hogy átszállítottak-e már, vagy hogy hol van, arra nem tudok semmit. Ja, úgyhogy remélem, hogy azóta ki, hogy csak nem keres. Meg tudsz többet, akkor azt ki fogod rakni, vagy a nyilvánosságra fogod tárni? Persze.